Most már mindent értek. Semmi baj, kislány, itt vagyok. Péter, most itt kell maradnom, hogy vigyázzak rá. Értem. Én is itt maradok veled. Péter, tudod, most figyelnem kell rá. És ha valami gond van, segítségre szorulsz. Ezért maradok. Mi van? Szednélek meg, hogy ez ipari kender! Nem drog! Tersz. Ez drog. Nem kender. Jól aludtál? Mint a tej. Na és te? Persze, egész jól. Nem láttad, hogy... Mármint, láttad? Még most sem tértem magamhoz. Szóval, hogy van tűzfény? A kis csikó remekül van. A mami is. Nézzünk szét megint a bárban, Nick. Lehet, hogy ott lesz a pool asztal alatt. Ott már kétszer szétnéztünk. Csak nem ezt keresik. Szépségem! Hol találta meg? A fal zsebében. Tegnap éjjel túl sokat ivott. Ellopta a kulcsomat? Igen, mert túl sokat ivott. Megvertem poolban, pedig rosszul játszom. Én is vezethettem volna. Csak meg akartam előzni a balesetet. Megkérdezhette volna, nem vidéki sutyok vagyunk. Nem hinném, hogy a városban is belenyúlkál mások falsebét. Menjünk, Alex, lépjünk le! A városból helyezték át ide? Úgy van. Friss levegő, kék ég. Ide jönnek a városból. És mi táncoljunk, ahogy ők fütyülnek. Csak elvárom, hogy betartsa a törvényt, Mr. Ryan. Betartom. Remek. Legközelebb vigyázzon rá. Na jó, huszat találtam. Ó, ez borzalmas, Jody. Nem intézhetnénk el magunk között, hiszen Sean retteg attól, hogy lecsukják akár a bátyját. Pedig az lesz, ha szólunk a zsaroknak. Ráadásul Claire és Alex kinyírnak, ha ezt megtudják. Akkor intézzük el magunk között. Miért pont ide ültette? Olyan sok a föld. Nem véletlen ültette. Itt van víz, jó a föld. Hogy maradtak meg? A kender mellett semmi sem nő ki. Sean ezt nem tudta. Csak nem úgy érted, hogy hagyjuk itt, míg ki nem pusztul. Na nem. Kiássuk őket és elégetjük. Szólunk Beckynek és kinyírjuk Seant. Segíts egy kicsit. Meg! Láttad, amikor Peter elment? Azt se tudtam, hogy itt volt. Kérsz egy kis tojás Benediktint? Inkább light tojást tennék. Csinálj magadnak! Meg? Hm? Ugye szólnál, ha mondjuk szájszagom lenne? Persze. De nincs. Jellemző. Az első, aki igazán tetszik.
Beszéljek vele én? Nem szükséges, az én barátom. Ilyen hírt közölni, olyan, mint lehúzni egy raktapaszt. Gyorsan kell túlesni rajta. Rendben. Szia, szia. Beck. Beszélni szeretnék veled valamit. Ne fárazd magad. Só már mindenről beszámolt. Tényleg? Igen. Megtudta, hogy Steve marihuánát ültetett Tess földjére, és a városban szólt neki, hogy kopjon le. Tudod, Becky, nem igaz. És tegnap éjjel el akarta tüntetni, nehogy Tess bajba kerüljön, és rajta kaptátok. Megijedt, és elfutott. Ti pedig azt hittétek, ő ültette, igaz? Igen. Ezért jött ide, és mondta el nekem. Aha. Szóval minden kiderült. Aggodalomra semmi ok. Persze. Jól van, akkor... Én leléptem. Kösz, hogy hittél nekem, Becky. Miért ne hinnék? Persze. A Howardoknak össze kell tartania, nem? Dehogy nem. Sajna, megláttak a mezőn, és azt hitték, hogy rám kelhetik az egészet. Azt hiszem, Jody a városban is látott Steve-vel. Tényleg? Persze, csak összekaptam vele, amiért keresztbe akart nektek tenni. Hogy összekaptatok? Jody biztosan vészesen írta le az egészet. Jody nem is említette, hogy vitatkoztatok. Ha már tegnap tudtál erről, miért nem szóltál nekem? Te ültetted, ugye? Nyugi már. Te is kapsz belőle. Takarod innen! Nem, hiszen nem érted. Azok a srácok kényszerítettek. Ha nem megyek vissza a cuccukkal, akkor nekem annyi. Tűnj a szemem elől! Egy szót sem szólhattam, Sean már beetette. Esélyem sem volt. Ennyi az egész? Még van egy kevés. Sean lelépett, és már nem jön vissza. Szörnyen sajnálom, Becky. Esküszöm, nem szóltuk a zsarunak. Jó napot! Maga Claire McLeod? Jó napot! Maga az új őrmester, aki Joe-t helyettesíti? Frank DaCosta őrmester, nagyon örülök. Én is. Remélem, csak udvariassági látogatás. Sajnálom, de Sean Howardot keresem, a nővére itt lakik. Igen, de Sean nem. Bajba keveredett? Nem jár iskolába, és kétes alakokkal mászkál. Hello! Te Silverman vagyok, nagyon örülök. Láttam a városban, üdvözölni akartam, de nem sikerült. Éppen Sean-t keresi. Sean-t? Nem, ő nincs itt. Szerintem most az iskolában lehet. De örülök, hogy itt van. Szeretnék megmutatni valamit. Lent van a teniszpályánál. Mi ez a fura szag? Ó, semmi, csak ágakat égetünk. Marihuana szaga van. Igen, valóban.